Következőben csípő aktivációs gyakorlatokat nézünk meg. Oldalfekvésben kezdünk. Az alsó végtag, amelyik lent van, ott hajlított, csípő hajlított térd lesz, fent lévő láb lesz nyújtott térd, de visszafeszített lábfejjel. Egyik kezed lent van a fejed alatt, másik rajta, és onnan próbáld a fejedet tartani, vagy a másik kezed az itt van magad előtt. Okay, első verzió, csak tartod, törzsnek a síkjában, nyújtott térd, visszafeszített lábfejjel. Ha eltelt ez a megfelelő idő, ami ki van írva, akkor utána kis mozgásokkal mozgatod fel le. Ha megtelt megint, vagy eltelt megint az idő, ami ki van írva, akkor utána hozod addig előre, amíg a térd nyújtva van, és onnan hozod vissza. Próbáld nagyon lassan, kontrollálva végezni a gyakorlatot, közben térd nyújtva, lábfej visszafeszítve. Ha megvan, akkor az előző kettőt összerakjuk, kis mozgással hozod előre, amíg meg tudod tartani a törzs pozícióját, térd boka pozícióját, mozog fel le, onnan hozod vissza. Megint, hogyha eltelt az idő, akkor utána kerékpározol, próbáld minél hamarabb kinyújtani a térded előre, magad elé, onnan hozod vissza, ez is lassú kontrollát. Ha megvan, akkor utána fordítod, hátrafelé kerékpározol, próbálod addig előre hozni, amíg nyújt van a térded, utána hajlítod be, és próbáld lefelé tolni, mint hogyha valamit el akarnál rúgni sarokkal. Következő gyakorlatnál hanyat fekvésből fogsz indulni. Karok rézsütös mélytartásban, tarkod lent a talajon, innen emeled fel mind a két lábad, visszafeszített lábfejjel, és lassan próbáld lefelé hozni a talaj irányába a lábad, végig nyújtott térd, visszafeszített lábfej. Ha megvan a kiadott idő, mi az ismétlés szám, akkor rézsütosan oldalra próbálod hozni. Ugyanúgy, mint az előbb, ha itt is megvan, akkor utána lassan oldalra próbálod engedni. Amelyik lábad fent van, az végig maradott. Következő gyakorlat hasonló hanyatfekvésben indul, mint az előző. Hanyatfekvés, tarkod lent, rézsütös mélytartásban a két karod, derékszögben hajlított csípővel, térdekkel visszafeszített lábfejjel indulsz, innen lassan nyújtod ki a lábad a talaj fölé. Hasonlóan, mint az előbb, próbálod nyújtott térd, visszafeszített lábfej pozíciót elérni. Ha ez megvan, akkor utána a karod oldalsó középtartásba hozod, és próbálod addig leengedni a lábad, amíg mind a két vállad lent van a talajon. Okay? Nem szeretnénk azt, hogy elbillenj. Azoknál a gyakorlatoknál, amikor innen nyújtod ki, vagy fentről engeded le, csak addig hozd, amíg a derekad lent van a talajon, vagyis hogyha azt érzed, hogy már befér egy kéz a derekad alá, akkor csak addig engedd le, amíg ez ott lent van. Következő gyakorlatoknál vállövre, illetve a vállra szeretnénk hatni, hasonfekvésből indul a gyakorlat. Ha nem annyira koszos a talaj, akkor próbáld meg letenni a homlokod és az orrod, hogyha koszosabb a talaj, akkor pedig tegyél le valamit, ami a homlokod alatt van. Hogyha elemeled a homlokodat és a fejedet a talajtól, akkor a nyaki gerinc az nem olyan pozícióban van, mint amit mi el szeretnénk érni. Vagyis hasonfekvésből indul a gyakorlat. Hasonfekvés, karok oldalsó középtartásban, nyújtott könyökökkel, hüvelykujj felfelé néz, innen emeled el, utána kis amplitúdóval próbálod mozgatni fel le. Ha megvan kiadott idő mennyiségre, vagy ismétlésre, akkor rézsütosan hozod magas tartásba, kb. 45 fokos szögben, innen emeled el ugyanúgy, tartod, amíg ki van írva, utána mozgatod fel le, amíg ki van írva. Az utolsó verzió pedig, amikor magas tartásból indulsz, itt is teljesen próbáld nyújtott könyökkel elvégezni. Először csak tartod, utána mozgatod fel le. Ha ezekkel megvagy, akkor utána jövünk le megint oldalsó középtartásba, hajlítod be a könyököt derékszögben, innen próbáld forgatni kifelé vállövedet, könyöködet tartod lent. Hogyha ez megvan, akkor próbáld magasabbra hozni, megint a felkar kb. 45 fokos szögben, hajlítod a könyöködet kb. Derékszögben. Innen ugyanúgy forgatod ki, mint az előbb. Ha ez is megvan, akkor pedig próbáld a váll öv síkja alá hozni a könyöködet, derékszögben a könyökök, hogy megint, vagyis az alkar az kifelé néz, és innen ugyanúgy próbálod forgatni, mint az előbb. Okay? Az nem elég, hogyha csak a
csuklódat mozgatod, a készfejed jön fel, ha ezt nem bírod, akkor próbáld egy kicsit magasabbra hozni, és onnan forgasd kifelé.